Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, augusztus 4-én. A mai napon jó, ha nem sokat beszélünk. Azon kívül előnyös, ha visszahúzódunk. Mars bolygó a Reváti holdházban található. Ez az utolsó holdház, és azt közli, főleg a férfiakkal, hogy kell, hogy valamit befejezzenek. Ha ez így lesz, akkor fellélegeznek, és ezzel a könnyűséggel a következő napokban, hetekben előre mennek az események. Mars bolygó egy kvadrát aspektussal áll, egy visszatekintő Jupiter bolygóval. Jupiter bolygónak több jelentése is van, de ami fontos ebben a kapcsolatban, az az igazság vagy az igazságtalanságok. Ez most sokaknál előfordul, főleg a férfiaknál, hogy ők átélnek valamit, ami dühíti őket, mert minden olyan igazságtalanul alakul. Mars bolygó nem csak a férfiakat szimbolizálja, hanem ránk hölgyekre is hat, és mutatja az erőnket. De ebben a kapcsolatban Mars bolygó és Jupiter bolygó között nehézségek vannak, mi erőtlennek érezzük magunkat. Vagy van egy helyzet, hogy mások támadnak bennünket, és nem tudjuk, hogy védjük meg magunkat. A hold a mai napon a Danista holdházban található. Lefordítva ez annyit jelent, hogy egy határ. Tehát mi elérünk most egy határa. Ha mi most megpróbáljuk sürgetni az eseményeket, nem megy tovább. Ott olyan, mint egy kerítés, nem tudunk átlépni rajta. A következő napokban lesznek könnyűségek, és megoldható a helyzet. Ez a Danista holdház nem csak ezt a határt jelenti, hanem az ötleteinket. És azt is, hogy gondolkozzunk el azon, hogy tudnánk ezt megvalósítani, de a mai nap nem előnyös indítani, hanem először el kell gondolkozni ezen, vagy kell egy terv. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, augusztus 4-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!